Köszöntöm a kedves nézőinket! A mai adásunkban a révész késes műhely rejtelmeiben nyerhetnek bepillantást Tóth Árpád segítségével. Mesélj el nekünk a révész műhely történetét. Hogyan indult annak idején? Úgy indult, hogy volt nekem egy déd nagyapám, aki a budapesti fegyvergyárban kovács volt. Ott kovácsolta a puskaszuronyokat az első világháborúba, és őt érte egy villamosbaleset. Villamosbalesetnél csonkolódott az egyik lába. Ekkor elküldték, kapott végkielégítést, visszament a régi lakhelyére, Dunaföldvárra, és ekkor meg a, hát ekkor, hát na, hát így alapította meg gyakorlatilag a révészkéses műhelyt. Olyan történetek voltak, hogy volt egy késes kollégája, aki éppen abba hagyta a tevékenységét, és neki még nem volt semmiféle felszerelése. Fogta magát, és megbeszélte vele, hogy az egész műhelyt megvenné tőle, komplett felszerelésekkel együtt, hogy, és akkor megegyeztek egy gyárba, kialkutták, és az öreg addig nem aludt, nem feküdt le, úgyhogy ágyba és kényelmesen, amíg ezt a le nem dolgozta ezt az adósságot, és vissza nem adta neki. Úgyhogy így kezdődött el az egész. És akkor onnantól kollégáktól, ettől, attól, hát kovács volt, így aztán a szakismerete megvolt. Régebben a kovács az összes kést meg vicskát mindent kovácsolással készítettek. Így aztán neki nem állt távol a szakmájához. És akkor így hát ebből lett neki, hát így alakult ki gyakorlatilag az egész. Kollégáktól formákat, mindent szerzett, egy-két dolgot ellesett, és már ugye a 40-es, hát 1920-ban volt ez a dolog, és körülbelül már ugye a 40-es években már egészen komoly késesnek számított a kollégák között. Egyértelmű volt, hogy a családtagok tovább viszik ezt a mesterséget? Volt egy olyan, hogy hát ez volt a dédnagyapám akkor. A dédnagyapám után volt neki három fiú testvére, azok egyértelműen továbbíték, mivel hogy akkor ott nem lehetett olyat, hogy az apa szakmáját nem tanuljuk meg. Akkor ha tetszett, hanem mindenkinek azt kellett csinálni. Így aztán volt a Dénes bácsi, ő volt a legidősebb, a nagyapám, ő a Lajos volt, meg volt a Béla, ő volt a legfiatalabb, így aztán mind a hárman késesek lettek. Sárbogádra úgy került le a nagyapám, hogy Dunaföldváron volt a család, ott volt az öreg, ott volt a Dénes, a Béla, egy darabig a Lajos is ott volt a Dénessel, de aztán úgy gondolta, hogy ő eljön inkább másik városba, mert ennyi késes egy városban nem kell. És akkor 43-ban költözett át ide Sárbogádra, és azóta itt csináljuk a helyesebben a család, azóta itt működik tovább. És akkor a 80-as években tette le a mestervizsgát, ugye? És leszerelés után vette át itt a műhelyt. Hát igen, úgy volt, hogy hát először jártam egy-két kört, hogy tudom én, megpróbáltam egy főiskolát, aztán ezt nem fejeztem be, meg közben izgatott az, hogy itt ezt kéne folytatni tovább. És utána eljöttem ide a nagyapám, méghoz is megtanultam ezt a szakmát. És akkor utána két évig kőkemény kiképzésben részesültem, a katonaság az kutya füle volt hozzá képest, és utána mestervizsgáztam 82-ben belőle. Egyszerűbb volt így megfelelni a kihívásoknak, a feladatoknak, hogy a családtagjaitól lest el tanulta meg, vagy pont ellenkezőleg, és sokkal nagyobb felelősséggel járt ez a kérdés? Keményebb volt szerintem. Mert hát általában a szakiskolában úgy vannak a gyerekkel, hogy akit érdekel, az úgyis érdeklődik, és aki meg nem annyira érdeklődő, azzal nem nagyon foglalkoztak.
De aztán itt nekünk akkor a nagyapámnál volt két segéd, a két segéd is, meg, én, meg a nagyapám is, mind a hárman, három oldalról kaptam az ukászokat folyamatosan. És akkor így, hát így aztán szépen sikerült mindent megtanulni. Mi a vélemény arról, hogy ha újra kezdhetné, ugyanezt a mesterséget választaná? Hogy a mai világban mit érez, mennyire megbecsült ez a szakma? Hát az a baj a mai világban, hogy ez a szakma már eleve nem létezik. Mert történt valakik, kitalálták, hogy bizonyos ősi szakmákat megszüntetnek, mert hogy az minek. És akkor legutóbb, mikor mentem a vállalkozói igazolványomat megújítani, akkor bemegyek, mondom, nekem késes köszörűs mester a szakmám. Azt nézik a papírt, hát ilyen nincsen. Hát mondom, ez borzasztó, hát mi az, hogy nincsen, mondom neki. Hát itt, akkor hogy fognak itt kést köszörülni, bicskát csinálni, kést csinálni ezek az emberek, hogyha ilyen szakma nincs. Aztán kiegyeztünk egy olyanba, hogy ilyen evőeszközgyártó, nem tudom, szakmában. És arra adták meg. Nem tudom, hogyha most én újonnan elmennék mondjuk ezzel a mestervizsgámmal, hogy kiváltok ipart, hogy adnának-e. És akkor hogyan lehet tovább vinni ezt a mesterséget? Csak így a családtagok által? Családtagok által, meg vannak olyanok, akiket úgy érdekel a dolog, hogy kés, meg bicska, hogy ilyen késmániás, és akkor megpróbálják megcsinálni, szakemberektől ellesni, és a fiatalok között is már egész sok ügyes kezű késes van, akik már az új technikákat, meg az új dolgokat is beleviszik ennek. Két fia van, ugye, ha jól tudom, mind a ketten részt vesznek ebben a vállalkozásban? Hát a nagyobbik fiam most kezdett belenézegetni a dologba. Ő viszont a marketing részen inkább profi, de majd reméljük, hogy majd a műhely munkákba is majd azért bele tud majd szólni, meg bele. Hát majd a fiatalságot behozza majd a műhelybe. És akkor picit beszélgessünk a késekről, a bicskáról. Mi a jó bicska titka? A jó bicska titka. Gyakorlatilag van egy bicskán olyan több mint 200 művelet, mire elejétől végéig kész van. Az a lényeg, hogy ez a 200 műveletből ne legyen kihagyva semmi, és az tökéletesen legyen megcsinálva minden. És hogyha ez így van, akkor szép csiszolás a végén, jó élesre fenés, és akkor annak elvileg működnie kell. Függ attól egyébként, hogy mondjuk, nem tudom, jól fogalmazok-e, a markolat, amiből készül, az mitől függ egyébként? Nyilván bicskája válogatja, nem? Hát a legősibb markolatforma az az a agancs, szarvasagancs. Hát a hullatott szarvasagancsot szoktunk erre használni. Gyakorlatilag ez egy időálló, erős, masszív anyag. Több évtizedekig is képes a bicskát használhatóvá tenni. Úgyhogy nagyon jó anyag szerintem. Mostanság nem annyira divatos, de ettől függetlenül, azért szerintem ettől függetlenül ez a legjobb anyag. Most használnak szarut, használnak különféle trópusi fákat, egzótákat, műanyagot is. Most vannak ilyen újfajta műanyagok, mikarta, meg ilyesmi neve van. Azokat szokták most a fiatalabbak tenni a bicskákra, meg a késekre. Hát gyakorlatilag jó anyag, mert stabil, nem megy tönkre, nem szárad, mosható, tisztítható, meg minden. Csak hát szerintem azért az ilyen hagyományos anyagok azért szerintem jobbak. Ilyen agancs, fa, ilyesmi a természetes anyagok szerintem jobbak. Mennyire egyszerű ezekhez az alapanyagokhoz hozzájutni, tehát ehhez az acélhoz? Mondjuk Magyarországon hozzáférhető, vagy külföldről kell beszerezni? Hát hozzáférhető. Ferroglobus, ez régen is már létezett cég, most újonnan is megvan, és ez a cég hoz be mindenféle alapanyagokat, nem csak késesek, hanem mindenféle gyárak, meg üzemek számára. Hát ott vannak rozsdamentes késacélok is, vannak rugóacélok, meg egyéb dolgok. Hát valójában, ha az ember vigyáz rá, száraz helyen tartja a zsebébe, hogy akkor évekig akár nem kell vele foglalkozni, időnként nem árt megfenni egy kicsit.
az a baj, hogy sokan nem tudnak fenni. Az a lényeg, hogy ne feküdjön rá, mert ráfekszik, akkor összekancolja a kés. Ha így fenni, akkor kiveszi az élét, hanem meg kell adni a hírt. Nagyjából olyan szögben kell tartani, mint hogy egy nagyon vékony szeletet le akarna a kőből vágni. Egy nagyon, nagyon finom szeletet, mint le akarna belőle vágni. És akkor először van a két rétegű kő, az egyik durvább, a másik finomabb. Először elő kell fenni a durvában, akkor a durvább az egy kicsit erőteljesebben visz, és akkor a finomabb meg egy kicsit a finomítani. Hányféle bicska létezik? Hát elég sokféle. Mondjuk nálunk a kezdetekben volt maskaraféléből 5 darab. Volt a kicsi, a kis közép, a közép, a nagy és a grószi maskara, ezek voltak először. Volt a szalonnázó bicska, ez egy hosszú, vékony, ilyen elegáns bicska. Akkor volt a rác bicska, az hasonló a szalonnázóhoz, hívjuk széles szalonnázónak is. Az kicsit rövidebb és kicsit szélesebb. Ez annak az a... És az a rácbicska, az egy kicsit erősebb, kicsit masszívabb. Azzal nem csak étkezni, hanem egyéb dolgokra is alkalmas, egyenes vonalú, szép bicska az is. Akkor volt a kisnői bicska, az egy ilyen picike kis ékszerbicska. Azt hívjuk kisrácnak, vagy kisnői bicskának. Volt az oltókés, amivel a kertészek a fákat meccik, szemzik, oltják. Hát ezek voltak még nagyapám idején, azóta én már hozzászereztem a fejesgörbét, fejesgörbe szerszámot, csináltattam hozzá egyet. Ez is egy olyan szép elegáns formás bicska. A fejesgör, meg azon kívül vannak még ilyen kézzel reszelt bicskák, amiket nagyon keveset csinálunk, csak néha, amikor egy kis idő engedi. Azok inkább ilyen nagyobb méret, extra nagy méretű bicskák. Azokat még úgy hozzátettük ehhez a palettához. Akkor mi van, még várjunk. Hát meg vannak a kis kések, akkor különféle nagy kések, meg ilyesmi, úgyhogy elég sokféle szerszámunk van. Hát a juhászbicska, elfelejtettem a nádert meg a juhászbicskát mondani az előbb. Az gyakorlatilag a nagyapám műhelyének a meghatározó terméke volt. Hát ott elsősorban juhászok rendeltek nagyon régen, mikor, hát most nem sok juh van már az országban, olyan 800 ezer körül van, de annak idején 2 millió 700 ezer juh volt az országban. És azokat a juhakat kellett körmölni, ápolni, akkor kint a mezőn vigyázni rájuk, meg ilyenek, és akkor ahhoz a pásztor embernek számára egy nélkülözhetetlen dolog volt a juhászbicska. Azon volt egy körmölőpenge, meg egy nagy penge, amivel nyúzni is tudott akár, vagy bármilyen, hát a mezőn bármit megcsinálni, amit akart. Úgyhogy ez volt a fő termékünk. Most is, hál' Istennek, sokat gyártunk, meg sokat eladunk belőle, de most ebben az internet világában, köszönhetően a nagyobbik fiamnak, hogy kicsit besegített ebbe, elég sokat rendelnek egyéb fajta bicskákat is. Egyszerűen most már a bicskának már nem csak a funkcionalitása kell, hogy meglegyen, hanem az, hogy szép is legyen, meg mutatós legyen. Mert sok ember azért veszi meg, mert megnézi és tetszik neki. Akkor mondhatjuk azt, hogy újra divatba jött bicskát tartani? Hát hála Istennek, igen, úgy veszem észre. És a hölgyek mennyire idegenkednek a bicskáktól? Hát van, aki idegenkedik, van, aki nem. Most ez ilyen, hogy láttam már olyat is, hogy például egy hölgy elment az erdőbe, és felszerelve kisbalta, bicska, minden egyéb, és akkor ment a férjével a vadonba kirándulni. Úgyhogy hát, valójában nem kell idegenkedni tőle, mert a bicska az nem fegyver, mint amit próbálnak belénk súlykolni, hogy az fegyver, az nem fegyver, ez egy használati cikk. Ez egy behajtható kés, ami használható, egy használati cikk gyakorlatilag. Meg a gyerekeket is mindig féltik a bicskától, hogy hú, ha elvágod a kezed, meg ilyenek. Aztán valójában volt ebből ez a Matula féle film régen. Abban volt, hogy bicskát használni tanított a gyerekkel.
Hát aztán azt mondja, éles ez a bicska. Hát mondja, hogy nem éles, azt mondja, a vizet se vágnál, akkor majd a műhelybe megköszörüljük. Megköszörülték neki. Azt mondja neki a néni, hogy hát minek köszörülteted, meg elvágja a kezét. Hát azt mondja, miért vágná el? Azt mondja, hát nem buta gyerek, hát miért vágja el a kezét. Úgyhogy ennyi, hogy meg kell tanulni a gyerek, meg kell tanítani a gyerekeket a bicska használatra. És akkor sokkal jobb megtanítani, mint hogy baleset érje. Munkásságát díjakkal is ugye elismerték. Ez egyfajta visszaigazolása önnek arra vonatkozóan, hogy tényleg jól végzi a munkáját, és büszke lehet arra, amit csinál. Hát igen, örülök neki. Mindenféle díjnak, amiket kapok, örülök. Legutóbb kaptam két, hát amit legutóbb kaptam, azok a kézműves remekdíjak. Az már ilyen azt hiszem, hogy államtitkár úrral kezet fogva kaptam, az már egy elég magas elismerés. És hát, különféle vásárokon mindenféle okleveleket, díjakat azért szoktunk kapni. Ilyen szép megjelenés után, meg ilyenek, hogy ezek jól esnek az embernek. De a leginkább jól eső dolog, mikor a vevők egymástnak mondják, hogy hát miért olyan bicskát veszel, miért nem emiatt veszel, meg így, meg úgy. Hogyha valójában az ember ezt így hallja, meg így, akkor annál nagyobb elismerés nem kell. Vannak minden megyében ilyen népművészeti egyesületek, ahol különféle népi mesterségeket egybe hoznak. Mi benne vagyunk a Fehérvári Kézművesek Egyesületébe, és gyakorlatilag a mi ötletünkre kezdte el az egyesület is a tűzelvasta a fesztivált, ami idén a 12. lesz. És hát gyakorlatilag ez egy közösségi élet, ott az emberek egymástól ezt-azt hallanak, tanulnak, gyakorlatilag egy jó dolog. Hát a fiatalok mennyire fogékonyak, hát szerintem fiatalja válogatja azt is, mert hát van sok fiatal, aki tényleg érdeklődő, meg fogékony, meg kérdez, meg minden, de azért vannak olyanok, akiket igazából nem érdekel. Úgyhogy van ilyen is, olyan is, mint ahogy régen is volt. Önnek van-e ilyen bicskája, ilyen kése, amit tényleg nyugodt szívvel mutatna meg, akár a dédapjának? Hogy arra kritikát kaphasson, és mennyire lenne elégedett ő vele? Hát gyakorlatilag igyekszünk minden bicskánkat tökéletesen megcsinálni, amennyire lehet. A mai technikák már hál' Istennek jobbak, szebben lehet csiszolni, jobb csiszolóanyagok vannak, jobb anyagok, jobb bélyegek, minden. Hát valójában korszerű technika is bele van hozva a régi fajta bicska gyártásba. Gyakorlatilag bármelyik bicskámat megmerném mutatni neki nagyon, bármelyik ősömnek, nagyapámnak, dédnagyapámnak, bárkinek. Szerintem nem igen vallanék vele szégyet. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is, a viszontlátásra!